Több család is részt vett azon a prevenciós családi délutánon, ahol a gyerekek és a felnőttek együtt sorversenyeken és drámajátékokban mérhették össze erejüket és ügyességüket. A prevenciós előadás részét képezte az egészséges életmód fontosságára való felhívás és annak terjesztése mind a gyermekek és természetesen a felnőttek körében is. A mai nap folyamán a prevenciós családi délután tartottuk meg. 4 család volt jelen a mai napon. A korábbi helyszíneken, ahol a biztonságos internet foglalkozások is voltak, ezeken a helyszíneken 12 településen tartottuk meg ezeket a családi vetélkedőket. Ennek most ez volt a témája. Maga a támopos pályázat, amit megvalósítunk, a gyermekesély program, ez erre a területre predesztinálja az előadásokat. Tehát ezért jöttünk ezekre a településekre, mert korábban is megelőző prevenciós órákat az iskolákban tartottam, és erre épül ez a prevenciós családi délután is. Ugyanazokat a témaköröket öleljük fel, amiket a gyerekekkel az órák keretében foglalkozásokat tartottam. Hát a napnak a fő motívuma az, hogy a családok együtt csináljanak közösen feladatokat, oldjanak meg, amiket mi adunk a számukra. Nagyon fontos a családoknak az egysége. Tudjuk, hogy manapság széthúznak, keveset tudnak a gyerekekkel foglalkozni, és nagyon fontos az, hogy ilyen játékos keretben egyrészt tanulnak, mert olyan témakörökkel jövünk, tehát a szelektív hulladékgyűjtést dolgozzuk föl, az egészséges életmódra fektetjük a hangsúlyt, a testmozgásra, tehát mégis, hogy lehet egészségesen élni, létezni, és a játék, ami nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy játszani tudunk mi felnőttek is, a gyerekekkel együtt is. Jó, hát ez a prevenciós családi délután, hát ez úgy néz ki, hogy hát így először is így versenyeztetjük egymással a csapatokat, és hát így meg kell mutatniuk azt, hogy ők minden jók. Most a feladatok azok úgy vannak válogatva össze, hogy a családokon belül is láthatóvá válik az, hogy mi az, amit eddig nem vettek észre egymásban vagy egymáson, miben jók, miben ügyesek, miben kiválóak. Ez így megerősíti a családnak az ilyen belső kohézióját, illetve hát mintákat is várnak más családoktól. Tehát egymásra is hatással vannak, tehát át tudnak venni pozitív mintákat, másrészt meg belül is kiderülhetnek olyan dolgok, amik utána megerősítik a család összetartozását. És hát így ehhez kapcsolódik az is, hogy minden prevenciós ez a dolog, tehát hogy mi felülsz meg. Tehát, hogy a család, illetve a családi összetartása a legerősebb tét, hogy szociál negatív minták azok így ne romosodjanak meg így a kárisokkal, a családokon belül. Gondolok itt drogra, stb. Antiszociális viselkedésre. Tehát a prevenciós hatása, így a legnagyobb hatása így a emberre, mert a gyerekeket, fiatalokra, a családnak van. És ezért fókuszálom ezt a családot. Hát erről elég sarkos a véleményem, tehát hogy nagyon sok olyan program van, ami megpróbálja fölülírni azokat a szocializációs mintákat, amiket a családból hoznak így a gyerekek, fiatalok. Most hát ez a széllel szembe kategóriája, így finoman fogalmazva, mondjuk a család az nagyon erőteljesen meghatározza azt, hogy hogyan viselkedik egy fiatal. Mert többször hallottuk, hogy olyan generációk nőttek föl itt a környéken, tehát hogy nem is láttak igazán olyan mintákat, amiket így követni tudnának a fiatalok. És azért gondoltuk azt, hogy leginkább a családokat kell erősíteni, mert a családokon belüli értékátadást, illetve értéktranszfert. Mert hogy
mert onnan jövök tulajdonképpen az egész. Az intézményi kereteken belül nem nagyon lehet változtatni ezeket a negatív műveket, inkább a mikrokörnyezetből lehet indítani. Na most a konfliktus helyzeteknek a kezelése, most a drámajátékokról van szó, illetve a betérkedő kapcsán azokról a feladatokról, amiket itt csináltunk, azok sok ilyen személyiségkészséget fejlesztenek. Koncentrációképességet, bizalmat, egymásra figyelést, és hát ezek azok, amik tulajdonképpen így a családon belül biztosítják azt, hogy ez tényleg egy élhető és stabil érzelmi közeget teremtsen. A játékok is, amiről a kolléganőm beszélt, hogy játszunk felkiáltó jellel, ennek is az a lényege, hogy megtanuljanak egymás között lenni. Tehát nem mindenki elmegy, ahova akar, maga dolgára, hanem együtt tudjon lenni a család. Ez az érzelmi biztonság, ami például nagyban gátolja például a drogfüggőséget, mert hogy a drogfüggőség például ilyen érzelmi bizonytalanságból, elhanyagoltságból szokott általában fakadni. Ez az, ami megakadályozza azt, hogy bűnözővé váljon a gyermek, tehát a kriminalizálódását megakadályozza. És hát ezt a fajta érzelmi biztonságot tudatottak ezek a játékok tulajdonképpen kialakítani. Figyeljenek egymásra, észrevegyék egymás érzelmi igényeit.